A balkányi futballcsapat azzal a céllal vágott neki a megyei másodosztálynak, hogy a nyár elejé búcsút követően azonnal visszajusson az első osztályba. Eddig jó úton halad a Mirgai László által irányított együttes, Bogdanovicsék mind a 10 meccsüket megnyerték az alukonstrukt csoportban, legutóbb Nyírvasváriból vitt el a 3 pontot a Balkány. Aki bajnokságot akar nyerni, annak ezzel szembesülni kell, hogy minden csapat őt akarja megverni, ezért is nehéz minden osztályban bajnokságot nyerni. A mi feladatunk is az, hogy ezekre felkészüljünk, hiszen azok a csapatok, akik esetleg 6-7 mérkőzésen keresztül sem nyernek, ellenünk biztos, hogy a legjobb formájukat adják. Hát én azt gondolom, hogy eddig a csapat ezt jól kivédte. A rangadókat is megnyertük, hát rangadónak mondható volt igazság szerint a leveleki mérkőzésünk, illetve a Rakam az elleni hazai győzelmünk. Aztán most Kóta ellen játszunk hétvégén egy nagyon nagy rangadót, hiszen ők a harmadikok, 6 ponttal vannak mögöttünk, tehát most nekik ez az utolsó esélyük, mi nekünk pedig egy lehetőség arra, hogy elhúzzunk 9 pontra tőlük, és hát utána pedig menjünk Újfehértóra, ahol köztudott, hogy nagyon nehéz nyerni, tehát azt gondolom, hogy ez a két mérkőzésen, ha túl lennénk győztesen, akkor nagyon nagy eséllyel fejezhetnénk be a bajnokságot akár 100%-osan is. A balkányiak a 10 bajnoki meccsen 43 gólt lőttek, miközben mindössze 2-t kaptak. Nagyon sok rutinos futballistán van, aki tulajdonképpen sokan már lebecsülték őket, hogy hát mit akarok én 35 meg 40 éves futballistákkal. Ebbe az osztályba ők még nagyon-nagyon meghatározóak, ezt bebizonyították a fiatal Rakamoz ellen is. Tudnak küzdeni, jó mentalitásúak, olvassák a játékot. Tehát én azt gondolom, hogy ha csak azt mondom, hogy az Igor Bogdanovics, a Hortó, a Darupista, a Szabó Peti, a Lakatos Tomi, tehát itt ezek meghatározzák a csapatjátékát és a védekezésünket is, és hát nagy valószínűséggel ezért is kapunk ilyen kevés gólt. A két másik csoportban is van 100%-os együttes, a Nyírerdő csoportban a Nyírmada, a Kelet-Magyarország csoportban pedig a Vámosaraszi áll hibátlan teljesítménnyel a tabella élén.